Dékán úr, tisztelt hallgatóság! Először is szeretném megköszönni, hogy itt szóhoz jutok, mert hát teológián én csak egy laikus vagyok. Köszönöm a megtiszteltetést, és megpróbálok megfelelni neki. Komoróczi Géza barátommal voltam egyszer együtt, ő tartott egy előadást, amelyben azt fejtegette, hogy egyebek között, hogy ami az Ószövetségben le van írva a királykor előtt, az abból egy szó se igaz. Az nem történelem, az monda, legenda, ahogy lehet. Aztán utána odajött hozzám, és hát mondta, hogy nem akart engem megbántani, de hát neki ez a meggyőződése. Én erre azt mondtam neki, hogy kedves Géza, én ugyan nem így gondolom, ahogy te, de ez tulajdonképpen egy másodlagos kérdés. Az, ami az Ószövetségben le van írva, az az én számomra Isten üzenete hozzám. És hogyha Istennek úgy tartotta kedve, hogy egy novellán keresztül üzen hozzám, akkor ki vagyok én, hogy azt mondjam neki, hogy csak a történelem könyvön keresztül üzen nekem. És erről szeretnék egy kicsit beszélni, és aztán majd egy számomra ismerősebb területre menni, a görög irodalomra. Mit jelent az, hogy szöveg, és mit jelent az, hogy üzenet? Az Ószövetség és a Biblia egészében szöveg. A Bibliával a tudomány, mint szöveggel foglalkozik. Ez a szöveg a Szentlélek által lesz szentírássá. Anélkül ugyanolyan könyv, mint bármi más könyv. És minket ez érdekel, ez a kettősség érdekel, hogy hogyan lesz a szövegből üzenet. Nagyon egyszerű példán lehet ezt szemléltetni. Jeremiás valószínűleg nem egyszer járt fazekas műhelyben, aztán egyszer, amikor fazekas műhelybe járt, a fazekas korongon dolgozó fazekas üzenetté lett az ő számára. Valahogy így lesz a szöveg üzenetté. Az a kérdés, hogy hogy olvassuk. Az a kérdés, hogy a Szentlélek vezetésével olvassuk-e, vagy pedig csak olvassuk, mint egy könyvet, és akkor nagyon fontos dolgokat lehet arról megtudni, és nagyon fontos dolgokat tisztáz a Biblia tudomány, az egy szöveg az ő számára. Azt jelenti ez, hogy akkor most keresztény ember, vagy kivált egy teológus félreteheti a Bibliával foglalkozó tudományt, mert az csak a szöveggel foglalkozik? Nem. Miért nem? Azért, mert az ismeretanyag, amit a tudomány felhalmoz a Bibliával és minden más szöveggel, mert majd erről szeretnék beszélni, hogy egy kicsit más szövegek esetében is ez a helyzet, azt mind meg kell ismerni. Hadd idézzek egy teológust. Az értelmezőnek ismernie kell a szöveg minden egyes szavának egész történetét, anélkül, hogy azt képzelné, hogy ezzel már meg is ragadta azt az adott szó értelmét a konkrét itt és mostban. A szónak minden vonatkozását ismerni kell, a szövegnek minden vonatkozását ismerni kell, mert sose tudom, hogy mikor lesz a szöveg ezáltal üzenetté az én számomra. Nem lehet félretenni. És pedig nem csak a saját magam vonatkozásában nem lehet félretenni, hanem a közösség vonatkozásában sem. És itt most hivatkozom egy példára, amire az utóbbi évtizedekben nem szoktak hivatkozni, pedig lehetne hivatkozni rá, Berecki Albertre. Mert Berecki Albertnek a 40-es vagy az 40-es évek vége, 50-es évek utáni
pályáját szokták negatívan emlegetni. De Bereczky Albert korábban, 45 előtt éppen Jeremiásban találta meg a nagy üzenetet. A maga számára személyesen, és az egyház számára, mint közösség számára. Hogy aztán később ebből mi lett, az egy másik kérdés. Akkor az ő számára ez üzenet volt. Akkor az ő számára ez az egyház számára szóló üzenet volt. És ő azt az ítéletet várta és félte, amiről Jeremiás beszél az északról jövő ellenségben. És aki ismeri az orosz ortodox egyház 20-as évekbeli történetét kivált, de én még a 70-es években is láttam deszkával beszögezett kapujú templomot Moszkvában, az megérti, hogy Bereczky Albert mitől félt, és hogy miért tekintette aztán 45 után, amikor ez rögtön nem következett be, úgyhogy ez egy kegyelmes ítélet. Én 1946-ban a Budapesti Református Gimnáziumban a Csendes Napon Lácai Szabó Tibor kedves iskolatársam, aki most itt ül, emlékszik talán még rá, egy iskolai Csendes Napon Bereczky Albert volt ott, és arról beszélt, hogy Károlyi Gáspár a két könyvben kimondja azt, hogy az az ítélet micsoda az országon, akkor ő kimeri mondani azt, hogy a török az ítélet. Én, mondta Bereczky Albert, hát nem vagyok olyan bátor ember, úgyhogy nem merem kimondani. De hát abban a nagy teremben mindenki tudta, hogy mire gondol és kire gondol. Egy szóval, amikor az üzenet, a szöveg üzenetté válik, és az üzenet nem csak személyre szól, hanem valami általánosabbat értett meg. És ez nem csak a Bibliára áll, hanem minden szövegre áll, csak ott nem a Szent Lelket hívjuk segítségül, hanem sokféle egyéb tényező hatására válhatik egy szöveg üzenetté. Különféle emberek különféleképpen nyilatkoznak erről. Nietzsche úgy beszél róla, hogy a filológusnak három dolgot kell megértenie, az ókort, a jelent és önmagát. Vétke abban áll, ha vagy az ókort, vagy a jelent, vagy önmagát nem érti. Mert akkor az üzenetet nem érti meg, teszem én hozzá. Vagy, megint Bultmannt idézem, minden interpretáció előfeltétele az, hogy a megértő ember már megelőzően életviszonyban álljon azzal a dologgal, amely a szövegben közvetlenül vagy közvetve kifejezésre jut, s mely megszabja a kérdésfeltevés szempontjait. Folytathatnám még az idézeteket. Csak egyet teszek még hozzá, mivel egy történetíróról szeretnék beszélni. Mivel a történelemben mi magunk benne állunk és részei vagyunk a történelemnek, ezért a történelemről kimondott összes szavunk szükségképpen magunkról is szól. Vagyis elárulja, hogyan értelmezzük a saját egzisztenciánkat. És ez különös módon egybecseng Nietzsche véleményével, aki éppen arról beszél, hogy az ókoron keresztül a saját korunkat kell megérteni. Az ókoron, tehát nem a saját korunkon keresztül az ókort, hanem az ókoron keresztül a saját korunkat kell megérteni. Erre teszek én most kísérletet. Tukidideszről szeretnék beszélni, erről a görög történetíróról, aki a peloponnészoszi háború történetét írta meg, sajnos nem végig, mert meghalt közben. A peloponnészoszi háború a görög világnak egy sajátos kis világháborúja volt, két nagy ellenfél, Athén és Spárta állt itt egymással szemben, és aztán a kisebb államok vagy önként, vagy lelkesen, vagy kényszerből, hol az egy ki az egyikhez, ki a másikhoz csatlakozott. Így folyt ez a háború, végül Athénnak a teljes vereségével végződött. 30 éven keresztül folyt megszakításokkal. Ezt a háborút írja le Tukidides. A másik, amiről előjáróban szólnom kell, ez az, hogy milyen is ez az ókori görög történetírás.
szinte minden már a líra kivételével talán nem, még arra sem egészen áll ez, arra is egy kicsit áll ez. A görög történetírás is, mint minden más műfaj, az eposzból nőtt ki. Aki olvasta az Iliásznak akár csak az első énekét, az emlékezik rá, hogy ott milyen heves vita folyik, a beszédek hogy hangoznak egymással szemben el. És a drámában még inkább érvényesül ez, ahol már, hogy úgy mondjam, összekötő szöveg sincs, csak a vita folyik. A történetírásban is ez jelenik meg. Ma egy történetírónak nem jut eszébe, hogy beszédeket írjon bele a történeti munkájába, legfeljebb idéz beszédekből. Az ókori történetírásban azonban beszédeket írtak, és Tukidídész is beszédeket írt bele a történelemben. Milyen beszédeket? Maga ír az munkája egyik korai első fejezet, 22. fejezetben, pontosan az első könyv 22. fejezetében erről, amikor azt mondja, hogy a beszédeket úgy, ahogy elhangzottak, hát természetesen nem tudom szóról szóra visszaadni, de igyekeztem pontosan lehetőleg, hogy a szereplők úgy beszéljenek, ahogy abban a helyzetben nekik beszélniük kellett. És ezzel sok vita folyik ennek a mondatnak az értelmezéséről, amit hát persze most én sem egészen pontosan idéztem. Ez azt jelenti, hogy nem az a fontos, hogy mi hangzott el, hanem hogy abban a történelmi helyzetben, abban annak a beszélőnek, aki egy tipikus beszéd, tipikus alakja volt a történelemnek, hogyan kellett beszélni. Mi volt az, ami jellemző volt rá igazán? Annak a típusnak a megszólaltatása. Ez volt a fontos. Mert ezáltal csomó pontokon Tukidídész azt világította meg, hogy mit jelentett az a helyzet azoknak, akik benne szerepeltek. Azoknak. Mert a beszédek általában nem egyesével hangzoznak el, hanem párosával vagy hármasával. Mint a drámában, mint a népgyűlésben, mint a bíróságon. Különféle oldalakat kell megmutatni, hogy az olvasó lássa a történelemnek lehetőleg egészét többféle megvilágításban. Így hangoznak el ezek a beszédek, amelyekre itt most főképpen majd hivatkozni fogok, ezért beszélek erről ilyen sokat. És mindjárt arról is beszélt Tukidídész, hogy mi a háború oka. És beszél arról, hogy hát igen, ezt meg azt szokták említeni, de a háború legigazibb oka az, hogy a spártaiak féltek, hogy az aténiek túlságosan nagyra nőnek. Ez a háború legigazibb oka. Az első világháború kitörésének nem az a legigazibb oka, hogy Ferenc Ferdinándot megölték, hanem sokkal mélyebb okai vannak. És ezeket a sokkal mélyebb okokat keresi Tukidídész is. Hát persze minden háborúnak vannak előzményei. A feszültség az aténiek és a spártaiak között megvannak. És végül is annyira kiéleződik a helyzet, hogy a korintosziak, akik spártai szövetségesek, ezek egy gyűlésen a spártaiakat felelősségre vonják, hogy hát ezek az aténiek mennyire nagyra nőnek, és a spártaiak semmit se tesznek. A spártaiak, ti lomhák vagytok, tunyák vagytok, nem törődtök azzal, hogy milyen veszedelem fenyeget titeket. Pedig hát gondoljatok arra, hogy milyen emberek ezek az aténiek. Ezek egészen más emberek, mint ti vagytok. Ezek merészek, rámenősek, sose vesztik el a kedvüket, hajlandók kockáztatni, ti meg semmit se csináltok.
Történetesen mondjátok, hogy az aténi követek is voltak akkor Spártában, hogy miért voltak ezek az aténi követek, ott ezt Tukdidész nem mondja, és talán nem egészen alaptalanul gondolják a modern történetírók, hogy ez az egész szituációt tulajdonképpen Tukdidész teremti meg. Mert arról akar beszélni, hogy milyenek az aténiek és milyenek a spártaiak. Aténi követek is vannak ott, és hát ők válaszolnak erre a vádra, ezekre a vádaskodásokra, hogy ők a hatalmat meg akarják ragadni, és túlteng az ő hatalmuk, elnyomják a görög városokat, és hát Spárta számára veszélyt jelentenek. És arról beszélnek az aténiek, hogy na de hát gondoljuk meg, hogy mi volt a perzsa háborúk idején. Hát kivívta végig azt a háborút. A spártaiak mihelyt már nem voltak közvetlen veszélybe, kiszálltak a háborúból. Mi voltunk aténiek, akik tovább harcoltunk. Az Ión városok, a görögök minket kértek föl, hogy segítsenek, segítsük, vezessük őket. Hát mi vagyunk akkor a felelősek? Mi vagyunk a felelősek, amikor hát persze a hatalmunk egyre növekedett, és aztán ti spártaiak, ti már bizalmatlanok voltatok velünk szembe, és akkor a három legnagyobb ok volt az, ami arra indított minket, hogy ezt a hatalmat kiadjuk a kezünkből, a félelem. Hát itt most egy görög szót kellene mondani, a tímét, itt most úgy mondanám a presztízs, a tekintély és a hasznosság. Kényszerültünk arra, hogy ezek miatt ne adjuk ki a hatalmat a kezünkből. Mert ti kezdtetek bizalmatlanok lenni, nekünk félnünk kellett, hogyha kiadjuk a kezünkből a hatalmat, akkor mi lesz? Aztán hát ugye mi már akkor egy tekintélyes város voltunk, mi akkor már nem adhattuk alább, és persze hasznos is volt ez a mi számunkra. Na de hát, ez mind kényszerített minket. Kényszerültünk arra, hogy vagy, hát egy kicsit erőszakosan uralkodjunk, vagy elveszítsük. Kárt szenvedjünk. Mert, mondják az aténiek, és itt most szó szerint idézem, mi sem követtünk el semmi különöset, sem pedig az emberi eljárásmódtól elütő dolgot nem műveltünk, hogy a felajánlott uralmat elfogadtuk, s többé kezeinkből kibocsájtani hajlandók nem voltunk. Mindennél hatalmasabb rugók indítottak erre, a félelem, a tisztelet és a haszon, annak megvédelmezésére hajtottak. S nem mi voltunk az elsők, akik ilyen dologba fogtunk, hanem örökké érvényes törvény az, hogy az erősebb uralkodjék a gyengébb felett. Egyszer, mint abban a hitben voltunk, hogy érdemesek vagyunk arra, s ti is méltónak tartottatok rá. Csak most van az, hogy mivel érdekeitek jönnek számításba, az igazságról beszéltek, bár még nem láttunk senkit, aki midőn erőhatalommal valamit nyernie kilátása nyílik, azt tekintette volna inkább, mi az igazság, és erre való tekintetből hatalma gyarapításáról kész lett volna lemondani. Ez egy olyan elgondolás, amely azután a történelem folyamán sokszor ismétlődött. De itt úgy jelenik meg, hogy hát tulajdonképpen nem is tehettünk mást. Hát majdnem mentegetődzésnek, hát kicsit öntudatos mentegetődzés az igaz, de majdnem mentegetődzésnek, hogy hát mit tehettünk mi mást. Persze azért a korintosziak meg a spártaiak is átláttak a szitán, és azért nem hajlottak meg egyszerre, és aztán hát a háború elindult. Nem akarom az egész háborút és Tukdidész egész munkáját végigmesélni. Talán lesz, aki ezek után kedvet kap arra, hogy el is olvassa. Csak bizonyos dolgokat kirakadok belőle. A háború kitör.
Periklész egy beszédet mond, amelyben elmondja azt, hogy mi az ő elgondolása, mi az a stratégia, amivel a háborút meg akarja vívni. Szárazföldön a spártaiakkal nem lehet felvenni a versenyt, ott vitathatatlanul ők az erősebbek, de tengeren. Ennek következtében hagyjuk a spártaiakat győzni szárazföldön, akár bizonyos veszteségek árán is, de tengeren ott mi vagyunk fölénybe is. Azt csinálunk, amit akarunk, és különben is, ha elpusztítják azt, ami itt nálunk van, hát mi tudjuk, tengeren bárhonnan be tudjuk hozni az árukat. És különben is ez a háború elkerülhetetlen már. Ez tény és való. Ez a háború elkerülhetetlen már, és én nem is attól félek, hogy ez az elgondolás nem fog beválni, hanem attól, hogy magunk követünk el olyan hibákat, amelyek végzetessé vagy könnyen végzetessé válhatnak a mi számunkra. A háború elkerülhetetlen. És valóban a háború kitör, és folyik különféle eredménnyel. A spártaiak természetesen feldúlják Attikát, az attikaiak beköltöznek Athénbe, nagy zsúfoltság, minden véle. De hát a háború azért folyik, és a háború első évében elesettek fölött Periklész egy halotti beszédet mond. És ebből a halotti beszédből hadd olvassak egy pár mondatot. Amikor az athéni demokráciára gondolunk, akkor tudva vagy nem tudva, erre a beszédre gondolunk. Olyan alkotmánnyal élünk ugyanis, amely nem igazodik szomszédaink törvénye után, és inkább mi magunk szolgálunk példaképpen, mint sem, hogy utánoznánk másokat. A neve pedig, mivel nem kevesekre, hanem a többségre támaszkodik, demokrácia. Törvényeink szerint a személyes ügyeket tekintve mindenki egyenjogú. De ami a megbecsülést illeti, hogy a közösség előtt kinek miben van jó híre, itt nem a társadalmi helyzet, hanem a kiválóság ér többet, és ha valaki olyasmire képes, ami a város javára van, szegény sorsa és így jelentéktelen társadalmi rangja nem áll útjában. A szabadság szellemében intézzük közügyeinket, és mindennapi tevékenységeink során nem válunk gyanakvóvá egymással szemben, nem haragudva meg szomszédainkra, ha egyszer a maga kedve szerint cselekszik, és nem öltve szemre hányó tekintetet, ami bár nem büntetés, mégis rosszul esik neki. Mert szeretjük a szépséget mértékletességgel, és szeretjük a bölcsességet elpuhultság nélkül. A gazdagságot inkább idején való tettek végrehajtására használjuk, mint semmit tevő nagy szólásra. A szegénység megvallását nem tartjuk szégyennek, sokkal szégyenletesebbnek azt, ha valaki nem igyekszik munkájával kikerülni belőle. Egyformán gondunk van a házunk és az állam ügyeire, és bármilyen mesterséget üzzön is valaki közülünk, jól tájékozott a közügyekben. És így tovább. Nem lehet ezt a beszédet megindultság nélkül olvasni. Annál is inkább, mert utána egy borzasztó történet következik. Athénben pestis tör ki, úgy szoktuk ezt mondani, hogy pestis, bár az orvosok tiltakoznak ez ellen a tünetek alapján, ez nem pestis, hanem valami nem tudjuk micsoda, de hát használjuk ezt a fedőnevet, hogy pestis. Tessék elgondolni, hogy az összezsúfolt városba bezsúfolódva, hogy ez hogy pusztított, Periklész maga is meghal. A háború persze folyik tovább. És hát nem csak nagy ügyek vannak egy háborúban, vannak kisebb ügyek is. Kisebbet itt most idézőjelben mondom, mert azért itt is egy városról van szó, de nem egy olyan nagy városról, mint Athén vagy Spárta, hanem csak egy olyanról, mint Plataiai. Itt Plataiaiban a tébaiak, a szomszédos tébaiak behatolnak, el akarják foglalni, ebből aztán ott villongás keletkezik.
háborúvá válik egy kis, hogy mondják, ez lokális háború, ugye a nagy háborún belül, és a plataiak az aténiekhez fordulnak, hogy hát mit csináljunk. Tudnék, a spártaiak, akik persze beavatkoznak a dologba, mint nagy hatalom természetesen, mihelyt egy viszályba be lehet avatkozni, azonnal beavatkoznak. A spártaiak nagyon tisztességes feltételeket ajánlanak nekik, ezt el kell ismerni, hogy adják meg magukat ilyen meg ilyen feltételek mellett. És a plataiak az aténiekhez fordulnak, hogy most mit csináljunk. Feltétlenül tartsatok ki, mi minden segítséget megadunk, mi megvédjük Plataiát. Igen. Jó. Plataiak visszautasítják a spártaiak fegyverszüneti vagy béke ajánlatát. Aztán folyik ez a háború hosszú időn keresztül. Azt kell mondani, hogy majdnem éveken keresztül. Aztán Tukulész, miután a spártaiak elfoglalják a várost, és a szomszéd tébaiak között szétosztják annak minden vagyonát, sok mindenki meghal, elpusztul. Ezt mint Tukulész teljes hidegséggel és tárgyilagossággal elmondja, és aztán egy mondatot tesz a végére. Így pusztult el Plataiai az aténiakkal kötött szövetség 73. évében. Pont. Nem mesélünk tovább, ebből már elég. Ebből már eleget tudunk, hogy milyen ez az Atén. Ez az Atén, amelyikről Periklész beszél. Ez az Atén is az, amelyikről Periklész beszél. Ilyen is Atén, meg olyan is. A pestis pusztítása, meg az ilyen események, mint Plataiai, ezek csak jelzik azt, hogy nem csak olyan. Egy kicsit irónikussá válik a Periklész beszéd ezáltal. Nem csak olyan. Mert a dolgoknak több színe van, és azért beszél több ember egy-egy kritikus helyzetben, hogy több oldalról lássuk. Periklész az az ember, aki önmagának a beszédpárt partnere, aki mind a két oldalt látja. Ebben áll az ő nagysága. Mert aztán itt most arról beszél, amikor persze az aténiek fel vannak háborodva, hogy pusztul Attika, itt a járvány, stb. És ki a hibás? Periklész. Arra nem gondolnak, hogy ők maguk is lelkesen támogatták a háborút, mikor elindult. Most Periklészre mutat mindenki, hogy ő a hibás. És akkor Periklész mond egy beszédet, és elmondja, hogy hát igen, persze, hát én ezt tudtam előre, hogy a háború elején nagyon lelkes mindenki, és lelkesen is támogatja a háborút. Tessék arra gondolni, hogy az első világháború elején éljen a háború. Felkiáltással mentek el katonának az emberek. És megállj, megállj, te kutya Szerbia, ezt énekelte lelkesen mindenki. Persze, ezt én is tudom, mondja Periklész. De hát azért gondoljátok meg egy kicsit, hogy milyen helyzetben vagytok ti. És itt most visszatér az aténieknek az érvelése ottan a korintoszi gyűlésen, csak ami ott szeliden mentegetődzésképpen hatott, hogy hát kénytelenek voltunk, az itt már másképpen jelenik meg. Itt Periklész már arról beszél, hogy a hatalom a ti kezetekben zsarnok hatalommá vált. Gyűlölnek titeket, és zsarnok hatalom az, ami a kezetekben van, amit kiadni a kezetekből éppen olyan veszélyes, mint megtartani. Ezt Periklész nem tudta korábban? Dehogyis nem tudta. Tehát akkor nem kellett elmondani még. Most el kell mondani. Ez is Atén. Nem csak az az Atén, amelyik olyan gyönyörűen jelenik meg a halotti beszédben. És hogy megy ez az Atén tovább? Hát erről beszél egy következő ügy, amit a történetírásban a Mütilénéi ügynek szoktak nevezni. Itt nagyon röviden arról van szó, hogy Mütiléné ez a leszboszi város, ez hát elpártul Aténtől gyakorlatilag. Az aténiek
büntető expedíciót indítanak, különféle tárgyalások folynak, hogy lehet ezt valahogy megoldani. Mint végig a háború esetén belpolitikai viszály is folyik, mert hiszen az arisztokraták és a demokraták egymással szembeállnak, jobb oldal és bal oldal, ha úgy tetszik, és egymást is marják, és kispártához ki Athénhoz húz, és akkor hát végül is az aténiek ottan leverik a elpártolást, és akkor fel van háborodva a népgyűlés, és elhatározzák, hogy ezt a Mitilénét kiírtjuk a föld színéről. Majdnem a szószoros értelmében a férfiakat lemészároljuk, a nőket, gyerekeket eladjuk rabszolgának. Úgy mellékesen ez nem csak egyszer fordult elő, vagy fenyegetett az előfordulása, itt még csak fenyeget a peloponnészoszi háború folyamán, hanem többször is. Tehát itt ez a fenyegetés áll fenn, és a népgyűlés egy határozatot hoz. Már elindul a hajó, hogy ezzel a népgyűlési határozattal menjen Mitilénébe, amikor meggondolják magukat, az aténiek újabb népgyűlést hívnak össze, hogy hát mégis vissza kéne vonni ezt a határozatot. És akkor föláll Kleón, ez a népvezér, és hát arról beszél, hogy én mindig tudtam, hogy a demokrácia képtelen arra, hogy egy hatalmat megtartson. Mindig csak fecsegnek, beszélnek, ki így beszél, ki úgy beszél, mindig az utolsó beszélőre hallgatnak. Nem ezt a Mitilénét ki kell írtani. És akkor jön egy másik, aki arról beszél, hogy hát nem, ez mégsem egészen jó, nem hasznos. Nem hasznos. Nem az, hogy nem tisztességes, vagy nem emberséges, vagy nem jogos, vagy nem hasznos. És a népgyűlés úgy dönt, hogy tényleg ez nem hasznos, és akkor küldünk egy másik hajót. Na, gyorsan, gyorsan mindenki, hogy utolérje, hogy előbb érkezzék oda, mint az első hajó. Hát persze a mitilénéiek párthíveim azért ilyenek is vannak Athénban, azok ugye biztatják az evezősöket, hogy éjjel-nappal evezzenek, sikerül korábban megérkezni, nem hagyják végre ezt a szörnyű ítéletet, csak azokat, akik Athénben vannak már, hát ez egy 100 ember, hát azokat kiírtják, hát azokat nem lemészárolják, ez bagatellügy. Hogy megy ez tovább? Szóval, de most már kezdünk egyre erőszakosabbakká válni. A háború, ez az erőszakos mester, ahogy ezt Tukidides mondja, ez az erőszakos tanító, ez most már ennyire erőszakossá tesz minket? De mennyire? Közben tudnék, hát ugye polgárháborúk folynak, amint mondom, és ezek a polgárháborúk hát néha valóban borzasztó következményekkel járnak. Tukidides csak egy várost ír le a kelt-kürai polgárháborúról, nem olvasom föl végig ezt a két fejezetet, ahol ő leírja ennek a következményeit, csak néhány mondatot ragadok ki belőle. E pártharcok alatt az államokat oly sok nagy szerencsétlenség érte, melyek ugyan nem hiányoznak, s nem is fognak hiányozni, míg az emberi természet ugyanaz marad, de most ijesztőbb, majd enyhébb alakban, s más-más változatokban, aszerint, amint a körülmények alakultak. Békében és szerencsés körülmények között ugyanis az összes polgárság is, az egyes ember is szelidebb érzésű, mert akkor nem jut olyan kényszerhelyzetbe, amelyben a szabad önelhatározás lehetetlen. A háború ellenben, elvonván a megszokott kényelem eszközeit, mint erőszakos tanító, a tömeg szenvedélyeit a pillanatnyi helyzethez képest idomítja. Így kerültek az államok a belső meghasonlás állapotába, s azok, melyekben később tört ki a villongás, a korábbi eseményekben szerzett tapasztalatokat felhasználták, úgyhogy terveik végrehajtásában még nagyobb leleményességgel jártak el, továbbá aképp, hogy eljárásuk módjában mindig volt valami, ami korábban még elő nem fordult, és ezt részint támadásuk furfangosságával, részint bosszúállásuk módjának rendkívüliségével értek el. Azokat a fogalmakat,
melyeket a szavakon érteni megszoktunk, önkényesen megcserélték. Így az eszeveszett vakmerőség az elfbarátokért áldozatra kész vitézség néven jött forgalomba. A megfontolt késlekedés pedig ügyesen palástolt gyávaság néven. A higgadt józanságot kendőzött gyávaságnak tartották, azt pedig, akik mindenben okosan akart eljárni, oly embernek ki erélyes cselekvése egyaránt képtelen. És így tovább. Ekkor ugyanis az államokban mind az egyik, mind a másik párt vezérei szépen hangzó címek alatt, vagy hogy a népnek a teljes politikai egyenlőséget, vagy pedig, hogy az előkelőknek bizonyos korlátok közé szorított uralmát vívják ki, a közjót, amelynek állítólag szolgáltak, magánversengéseik pályabérévé tették. Ez érdekből nem rettentek vissza a legiszonyatosabb dolgoktól sem, és az ellenfél megbénítására szolgáló politikai büntetéseket folvást feljebb csigázták, mert ebben nem szabott a törvény nekik mértéket és határt, és nem is az állam érdeke, hanem az volt az irányadó reájuk nézve, ami éppen kellemesen esett a pártoknak. Egyszer s mint még amiatt, hogy vagy szavazás útján kimódolt igazságtalan ítéletekkel, vagy durva erőszakkal szerezték győzelmüket, mindenkor készen álltak a párt szenvedély pillanatnyi szenvedélyeinek szolgálatára. És így tovább. Így folytak a belső harcok. És így folytak a külső harcok is. Mütiléné, itt már az aténiek készek volnának egy várost kiirtani. De aztán mégis megfontolják magukat. Hát persze Kleón ugye egy erőszakos politikus talán ezért. De talán nem is csak ezért. A háború tudnilik folyik. Nagyon jellemző módon egy olyan fordulatnál, amikor az aténiek kerülnek fölül, akkor a spártaiak kényszerhelyzetben békeajánlatot tesznek. És itt van egy nagyon érdekes mondat, amit a Tukidides a spártai követek szájába ad. Ha mi ketten, mármint hogy Atén és Spárta egyetértésre jutunk, akkor a többiek úgy is csinálhatnak akármit, mert úgyis mi vagyunk az erősebbek. Az aténiek közben elvesztik a mértéket. Periklész arra figyelmeztette az aténieket még, hogy a háború alatt ne törekedjenek több terület szerzésére. Az aténiek pedig arról ábrándoznak, hogy ők majd Szicíliát is meghódítják. Egy sereg is megy oda, aztán közben a szicíliaiakkal mégis sikerül valahogy megállapodni a görög vezér, az aténi vezéreknek. Az aténi vezérek hazatérnek, és utána az aténiek megbüntetik őket, mert hogy megegyeztek a spártaiak, vagy a szicíliaiakkal, ahelyett, hogy meghódították volna Szicíliát. Mert az aténiek úgy gondolják, írja Tukidides, hogy nekik most már minden sikerül. Hát, hogy minden sikerül, ez egy kérdés. Mert közben a spártaiaknak egy kiváló vezérük támad Brasidas személyében, és Brasidas áthelyezi a frontot Attikából, Trákiába, mai Bulgáriától délre eső területre, és ott támadja az aténi birtokokat, és győz. Hát persze, mert miről beszél Brasidas? Hát mi majd felszabadítunk titeket az aténieknek az elnyomása alól. És hát ez már korábban is ez volt a hangulat, hogy igen, ezek az aténiek elnyomnak minket, Spárta barát volt a hangulat, közhangulat a görög városokban, görög államokban, és hát Brasidas ezt lovagolja meg, hogy igen, mi most fel fogunk szabadítani titeket. Én azért jöttem, és valóban Brasidas másképpen tárgyal a trákiai görög városokkal, egyenrangúként tárgyal velük. Mondja, hogy mi hozzuk nektek a függetlenséget. Aztán van egy érdekes befejező gondolat, hogy ja persze, hogyha nektek nem kell a függetlenség a mi kezünkből,
Hát akkor tudunk mi másképpen is beszélni. Hát akkor mi a különbség? Végül is aztán hát Brasidas meghal, Kleón is meghal, létrejön az úgynevezett Nikiász féle béke. És itt megint van egy különös záradéka annak. Akkor még nem ismerték a titkos záradékokat, de azért hát volt ilyen, hogy tudták az emberek. Athén és Sparta megállapodik, ugye békét köt, és ez a békeszerződés érvényes a szövetséges államokra is. De a szerződést a két állam, Athén és Sparta megváltoztathatja a többiek megkérdezése nélkül. Vagyis megint csak az, hogy ha mi ketten, többiek csinálhatnak, amit akarnak. Mi úgyis erősebbek vagyunk. Hát persze ezt a többiek sem vették szívesen, és most már Sparta ellen fordul a hangulat. Most már Sparta lesz az elnyomó hatalom. És akkor megint folyik hosszú ideig egy Tukdidész által rothadt békének nevezett béke, amikor tulajdonképp hivatalosan nem folyik háború, de azért ilyen lokális háborúk folynak. És van egy ebben ezek között a háborúk között egy nagyon érdekes Mélosz. Mélosz szigete, amelyik semleges. És ezt a semlegességet fenn is akarja tartani. De az aténiek nem engedik. Az aténiek azt mondják, hogy tessék a mi oldalunkon állni. Igen, ti spártai szövetségesek vagytok, tessék azt felbontani és a mi oldalunkra állni. És a mélosziak erre nem nagyon hajlandók. És itt Tukdidész egy rendkívül drámai párbeszédben, most már nem is egyszerűen egy beszéd itt, egy beszéd ott, hanem egy vitában hát mondja el, hogy hogy érvelnek az aténiek, és hogy a mélosziak. Hát ebből is olvasok egy pár mondatot. Mi most a magunk részéről bizony nem fogunk nagy gyanúsan hosszadalmas beszédet előadni szép szavakkal, hogy jogosan uralkodunk, mivel legyőztük a perzsákat, másrészt rólatok sem tesszük fel, hogy azt hiszitek, hogy meggyőztök bennünket, ha azt mondjátok, hogy azért nem vettek részt a hadban mellettünk, mert a lakedaimóniak szövetségesei vagy gyarmatosai vagytok, vagy hogy semmi jogtalanságot nem követtetek el velünk szemben. Nézetünk szerint azt fogjátok tenni, amit a ti helyzetetek megenged, amelyre vonatkozólag mind a ketten helyesen gondolkodunk, mivel ti is éppen olyan jól tudjátok, mint mi, hogy az emberek közötti tárgyalás alkalmával a jog csak egyenlő kényszerítő erő esetén érvényesül, egyébként pedig az erősebb azt teszi, amihez megvan az ereje, a gyengébb pedig enged. Mert mindig is az volt a törvény, hogy az erősebb elnyomja a gyengébet. Ahogy ez ott a korintoszi gyűlésben hangzott, ott mentegetőzésképpen majdnem, itt az ököljog érvényesítéseképpen. A mélosziak persze hivatkoznak mindenfélére, próbálnak erre-arra, istenekre, jogra, spártai szövetségre, hogy majd azok segítenek, meg az istenek segítenek. Az aténiek válasza. Ami az isteni jó indulatot illeti, reméljük, hogy az bennünket sem fog cserben hagyni. Elveink ugyanis az embereknek az Istenre vonatkozó elgondolásával, valamint az emberek hajlamaival egybeesnek. Mert egyrészt az istenekről az a véleményünk, másrészt az emberekről pedig jól tudjuk, hogy természeti kényszer folytán uralkodnak azok felett, akiket erejük felülmúl. Ezt a törvényt nem mi alkottuk, s mióta fennáll nem mi alkalmazzuk először, hanem mint már meglevőt vettük át, s örök időkre örökségül hagyjuk.
És jól tudjuk azt is, hogy akár nektek, akár pedig másnak olyan hatalmatok lenne, mint amilyen nekünk van, ugyanezt tennétek. Ami tehát az Istent illeti, megvan az okunk arra, hogy ne féljünk, hogy minket cserben hagy. Ami pedig a lakedaimóniakról, a spártaiakról alkotott jó véleményeteket illeti, hogy azt hiszitek, hogy a szégyen következtében is segítségetekre fognak sietni, hát boldognak kell tartanunk titeket, hogy hiával vagytok a keserű tapasztalatoknak, azonban ostobaságotokat nem irigyeljük. Hogy hangzott az ott a spártai ülésben? Hát igen, hát mit csináljunk? Hát persze, ez egy természeti törvény, hát mi csak annak engedelmeskedünk. Itt? Jó, hát hivatkozhattok ti, amit el akartok. Úgyis az ököljog érvényesül. Visszatérő motívumok, mint egy vezérmotívumok jelennek meg Tukdidész történetírásában, és egyre erőteljesebben, egyre brutálisabban, egyre félelmetesebben. És Spárta semmit se tesz. Az aténiek elfoglalják Méloszt, itt valóban kiirtanak minden férfit, valóban rabszolgának adnak el minden nőt és gyermeket. Spárta pedig nem lép, mert neki most nem érdekel, hogyha elkezdődjék a háború. Aztán az aténiek ismét Szicíliába próbálkoznak. Ez egy nagyon izgalmas többszörös népgyűlési ülés, amikor ezt tárgyalják, hogy indítsanak-e Szicília ellen hadjáratot, vagy ne indítsanak. Végül is úgy döntenek, hogy indítanak. Alcibiades, a kornak talán legtehetségesebb, de minden esetre leggátlástalanabb kalandor politikusa az, aki itt szorgalmazza a háború elindítását. Aztán közben ő bizonyos okokból átáll spártai oldalra, most már ott magyarázza, hogy hol kell az aténieket megtámadni, mert mi az ő igazi gyenge pontjuk. De azért a hadjárat folyik Szicíliában tovább. Itt megint egy legigazabb oka a háborúnak van megemlítve, hogy az aténiek sok mindent mondanak, hogy hát ugye ottan vannak olyan ióniai, tehát eredetileg aténiekkel rokon nép, amelyeket nem akarják, hogy elnyomják, ugye azokat Szicíliába, azokat segíteni kell a dórokkal, a szicíliai dórokkal szemben. Ezért mennek ők oda, Tukdidész csak azt mondja, hogy a legigazibb ok, hogy az aténiek mindent, minden hatalmat meg akarnak szerezni. Erről van szó. Hát szóval elindul, mondom, ez a háború, aztán ott még folynak tárgyalások, és egy Eufémosz nevű aténi követ történetesen ott van Szicíliában, szicíliai városban, és amikor hát ezek a kérdések előkerülnek, akkor arról beszél, hogy hát nézzétek, persze, de hát Atén egy hatalom, mikor a hatalomról van szó, annak minden eszköz megengedett. És mi azt szerint válogatunk az eszközökből, hogy mi a mi számunkra, a mi hatalmunk számára előnyös. És itt az embernek eszébe jut, hogy volt a 19. században egy angol miniszterelnök, aki azt mondta, hogy a brit birodalomnak nincsenek barátai és nincsenek ellenségei, a brit birodalomnak érdekei vannak. Mi a mi érdekünk? Ez dönt. Aztán, hogy ti azt mondjátok, hogy hát mi itt fel akarjuk szabadítani ezt a ión eredetű várost attól, hogy biztosítani akarjuk a szabadságot nekik, a keleti földközi-tenger keleti medencébe pedig ugyanezeket az ionvárosokat a magunk hatalma alatt tartjuk? Hát persze, mert ott az az érdekünk, hogy az a mi hatalmunk alatt maradjon, itt pedig az az érdekünk, hogy felszabaduljon. Most egy nagyon merész párhuzamot fogok idézni.
nem mondom a nevet egyelőre, majd csak a végén, kimondta azt valamikor a 20. század 20-as éveiben, hogy hát mi támogatjuk az afgán emír szabadságharcát az angol birodalommal szemben, mert igaz ugyan, hogy az angol birodalom az sokkal magasabb fejlettségi fokon, tehát társadalmi fejlettség sokkal magasabb fokán áll, mint az afgán emír, de nekünk az az érdekünk, hogy az a brit birodalom gyengüljön. Tehát most mi az elmaradottabbakat fogjuk támadni a haladottakkal szembe. Ezt Sztálin elvtárs mondta. Mert a nagyhatalom az mindig egyformán viselkedik. Ami éppen érdekünk. Ami kínálkozik. Aztán, és itt most már befejezem, mert az idő eltelt, sőt túl is beszéltem magamat, aztán az aténiek kritikus helyzetbe jutnak Szicíliába, a szicíliai városok a spártaiak segítségét hívják, aztán a spártai sereg meg is érkezik, kiváló spártai vezér, Güdippos vezetésével, és hát tessék elolvasni a Tukulidész 7. könyvét, én nem egyszer olvastam, de sose tudom megrendülés nélkül olvasni azt, hogy hogy számolják föl ezt a fényes aténi sereget ott Szicíliában. Úgyhogy az utolsó emberig elpusztulnak, vagy aki nem pusztul el, az majd hadifogságba kerül és a kőbányákban vézi, mint kényszermunkás. És még ezután is Atén képes, ezt már Tukulidész nem írja le, ezután is képes Spártával harcolni, még ezután sikerül egy nagy tengeri győzelmet aratni, és utána a tengeri győzelemben győztes hadvezéreket halálra ítélik. Mert nem mentették ki, nem tettek meg mindent, hogy kimentsék a tengerbe esett, a vihar során a tengerbe esett aténieket a vízből. A spártaiak békét ajánlanak, és Atén elutasítja ezt a békeajánlatot. Az utolsó lehetőséget körülbelül, hogy megmentse magát. Mert aztán a spártaiak győznek, és ennek a győzelemnek minden gyümölcsét leszedik. Hát erről beszélt Tukulidész, hogy ezt az véget már sajnos nem tudta megírni ez a mi veszteségünk, de azért talán van elég üzenet is ebben a szövegben, amit elgondolkodhatunk. Köszönöm szépen!